Tiszteltel köszöntöm a kedves kollégákat és a vendégeinket, akik tartják a sajtótájékoztatót. Hadd mutassam be őket, ugye a hölgyekkel kezdeném. Dr. Kádár Gabriella, a CIG Pannoniai Biztosító NRT vezérigazgatója, a verseny egyik anyagi támogatójának a képviselőjeként. Sinkányi dr. Csendes Ágnes, a Nemzeti Adó és Vámlata adóügyi szakfőigazgatója, szintén a verseny támogatója, tehát mindenki a verseny támogatója, ezt nem kell különösebben kihangsúlyozni. Dr. Kollár Kinga, a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivője, és akkor jöjjenek az urak. Puskás András, a főtámogató Budapestban kockázatkezelésért és működtetésért felelős vezérigazgató helyettese, és együtt a köszönetet mondunk, hogy a házigazdája Budapestban kellett a mostani sajtótájékoztatónak. És végül, de nem utolsó sorban, Kerekes György István, a pénztár versenyközpontnak a vezetője. Át is adnám a szót Kerekes úrnak, hogy mondja el tulajdonképpen, hogy a tegnap előtt évfélkor lezárult regisztráció milyen eredményt hozott, és hogy mi várható a következő hetekben, hónapokban. Hát nagyon jó ideig vannak, azzal kapcsolatban, hogy 1095 csapat érkezett. A sajtógyakokban benne vannak a pontos számok. Ez egy kitűnő eredménynek tekinthető, még hogy valamivel a tavalyi szám alatt is vagyunk, mert ez az év mindenképpen egy nagyon nehéz év volt. Nehéz év a középiskoláknak, nehéz év a tanároknak. Ugye az új kerettantervekkel rengeteg vita van, véleményezések folynak, pénzügyi oktatást pénzben kivették ebből, de hát a tervezetekben most úgy tudjuk, hogy elég sok olyan vélemény érkezett, hogy ennek mégis csak nagyon komoly helye van. Tehát az események azok mindig zajlanak a oktatás környékéről, úgyhogy próbálunk azzal a nagyon széles körrel kapcsolatban lenni, azzal mint egy 5-600 iskolával, akivel szorosabb kapcsolat van, és hát mindig próbáljuk bővíteni ezt a költ, hogy több iskolából érkezzenek. Szintén örömteli a határon túliak szereplése. Itt egy kis üröm az örömben, hogy Kárpátaljáról sajnos nem érkezett csapat. Ugye ezt ismerjük a helyzetet, meg a körülményeket, tehát az is ezzel tudható be. Tehát az, hogy közel 1100 csapat megérkezett, ugye ezek 4 fő csapatok, tehát itt egy 4500 gyerek az, aki körülbelül regisztrált a versenybe, és hát még hozzá kell tennünk azt az osztályt, azt az iskolát, ahonnan jöttek, azt a családi környezetet és azt a vállalati környezetet, amelyik szintén segítette azt, hogy ez a verseny összeállhasson és meglepődésre kerülhessen. Ugye holnap indulnak az első selejtezők, ebből 2 van, 2 órás selejtezőt fogja követni 4 helyszínforduló, 4 helyszínforduló, összesen 33 helyszínen folynak a versenyek. Az ötödtejékoztatóban pontosan megírtuk, hogy mi a tulajdonításnak a lehetőség, és mellette arról nem szeretnék külön szólni. Még nagyon fontos az, hogy nem csak a versenyről szól ez a mai sajtótájékoztató, vagy maga a verseny, hanem arról, hogy próbálunk az oktatásba is bekapcsolódni, és a verseny felkészítéséhez olyan adalékokat adni a gyerekeknek, ajánlott irodalmak, különböző videók, amik fönn vannak a honlapon, egyéb segédanyagok, amiket folyamatosan küldünk, ami annak, aki tényleg pontosan szeretné körüljárni ezt a területet, azok számára ez a segítség mindenképpen nagyon sokat jelent. Rendkívül fontos a felkészítő tanároknak a szerepe, és az ő elkötelezettségük a verseny folyamatban, és
csak az egész sztoriban a pénztárba esetének hívunk, mert szintén nélkülük nem lenne megvalósítható ez a verseny sorozat, mint ahogy az asztal mellett ülők nélkül sem. Tehát összesen 400 ember, 400 az, aki segítenek a versenynek a lebonyolításában. Tehát egy hatalmas stáb áll a háttérben, akik elkötelezettek a pénzügyi kultúrája. A másik nagyon fontos dolog, hogy ez egy műveltségi verseny. Tehát ez nem a pénzügyi kultúrát, hanem inkább a műveltséget használjuk, mert azt mondjuk, hogy a általános műveltség az ma már egy nagyon fontos ellenlennek különböző mérései vannak, és ezek egy meghatározott szerepe a pénzügyi, gazdasági, vállalkozási műveltség. Tehát mi azt szeretnénk, hogy a középiskolába bekerülő diákok ezzel a műveltséggel fölvértezve kerüljenek ki a mindennapos életbe, és ennek nagyon sok aspektusa van. Nagyon odafigyelünk a gyakorlati típusú kérdésekre, tehát például egy kártya használatnak összefüggésben hol kell pinkót, hol nem kell, mi van a kártyán, mi nincs. Tehát ezek olyan gyakorlati kérdések, vagy olyan elméleti kérdések, hogy most a magyinfláció és az infláció között mi a különbség, kötvényekkel és részvényekkel mi a helyzet. Tehát ezek olyan kérdések, amit azt gondoljuk, hogyha ezeket a alapfogalmakat, alapkifejezéseket, alapösszefüggéseket ismerik a diákok, akkor mindenképpen a középiskolák után már jobban tudnak rástartolni, akár az egyetemi létre, meg kicsit otthon érzik magukat ebben a világban. Egy szlájdon kivetítettük a 5 legutóbbi győztes csapatunkat. Eközött vannak szakgimnazisták, vannak gimnazisták, tehát nagyon sokféle, vagy 8 osztályosból is győztesül, tehát nagyon sokféle helyről érkeztek a győztesek. Úgyhogy azt látjuk, hogy igazából a legelkötelezettebbek, illetve a legszerencsésebbek, kell mondani, hogy döntőben azért sokszor egy-egy pont válaszza el az elsőt a második helyzettől. És hát igyekszünk ezekkel a diákokkal is megtartani a kapcsolatot. Tehát van egy klubunk, ahol évente 200 találkozunk, és hát igyekszünk a régi diákokat szintén megjelni erre a találkozóra. A következő szlájdon a regisztrációs adatokat közöljük, ez rajta van a sajtóanyagon is. Itt mindenképpen figyelemben méltó az, hogy határozott területeknél emelkedő számok vannak elérni. Mindenképpen, és ugyanakkor pedig a különböző megyékben, elsősorban a Borsodban, Csongrádban, Bánban, akik nem voltak régen a legnagyobb csapatot szolgáltató megyék, így most ők kerültek a legtöbb csapattal erre a listára. A térkörök az rendkívül szélesek. Tehát itt mi műveltségről beszélünk, és ezért azt mondjuk, hogy a műveltségnek vannak biztosítási, pénzpiaci, tőkepiaci, különböző verseny, jogi adózási vetületei. Ezért igyekeztünk úgy összeállítani ezeket a területeket, hogy mindenhonnan legyenek szakértőink, akik segítik ezt a munkát. Tehát itt a felsorolt területeknél mindegyik mögött egy-egy szakértő áll, aki segíti a pénztári verseny megvalósítását. Itt felsoroltuk azokat a cégeket, most ugye a lista, akik társultak ennek a versenynek a megvalósítására, összesen 55 szervezet az, aki megvalósított a pénztári verseny megvalósításában. Úgyhogy ezek közül hát többen az asztal körül ülnek, illetve nagyon sokan a szakértői testületünkben dolgoznak, és dolgoznak a kérdések
kidolgozásán és megerősítésén. Itt adunk egy időzítést, vagy ez a terv. Tehát holnap kezdünk, holnap az első selejtetés, december 13-án végzünk, akkor lesz a Nemzeti Múzeumban a versenynek a döntője, a Nemzeti Múzeum tisztelmét sikerült ebben az évben is megkapni. Itt a főtámogatóink szerepelnek, akik pénzügyileg is, illetve szakmai segítséggel, illetve országos hálózattal segítik a versenynek a megvalósulását. És hát nagy örömünkre szolgáljuk, hogy 12 egyetem is a támogatók között van, illetve az együttműködő partnerek közül. Nagyon sok egyetemről kérdések is érkeznek, tehát az egyetemek közül is többen bekapcsolódnak, nem csak a lebonyolítással kapcsolatos ügyekben, hanem a szakmai anyagoknak az összeállításában és a érvényesítésében is. Ez a körülbelül 20 cég, ezek a szakmai együttműködő partnerek a verseny legkülönfélebb elemeinkkel segítenek. Ugye vannak közöttük újak, tavaly újra volt a Faktor Szövetség, kapcsolódott az IBM kapcsolódóban, aki az informatikai részt segíti. Ezen kívül még vannak kamarák, akik segítik a versenynek a megvalósítását, tehát összesen több mint 20 ilyen szervezet segíti ezt a munkát. Ezek a médiapartnereink, 12-en, ugye aki nem tud itt lenni, az is jelezte, hogy természetesen nagyon ott fogadni, tehát a sajtóanyagok kimennek innen partnerhez, és akkor ez a feladat, hát elég széles körben szokott menni, nevető jelenti és meg ide jelentetni, ezt a feladat. És a regisztráció is, meg a verseny mellett nagyon sok helyen a pénztár.hu-n van, ugye a pénztárért próbáljuk megkeresni, és hát eddig mindenképpen meg sikerült találnunk, úgyhogy gyorsan a Pácsnak visszaadnám a szót, hogy köszönöm szépen. Egy pontosítás, hogy látom az egyik szlájdon, hogy a döntő mezőnye az 4 csapatosra volt kiírva. Az idei újítás az, hogy már 5-en fognak szerepelni a döntőben. Ez csak a sajtónak mondom a pontosítás vége. És hát megköszönjük természetesen, hogy médiapartnereken kívül most más sajtóképviselő is tájékoztatnak a versenyről. Ezt mindenféleképpen megköszönjük, és most átadnám a szót a támogatók képviselőinek. Hát természetesen azért, hogy elmondják, hogy ugye mi már összenőttünk itt 6 év alatt a versenyen, mi szervezők, és nagyon szeretjük ezeket a csapatokat, akik elindulnak, a győztesekkel nagyon jó kapcsolat van, és eléggé lelkesek vagyunk, de hogy azért érdekelne minket, hogy őket mi vezette oda, hogy támogatják a versenyt, ki több éve, ki új támogatóként jelentkezik, a motivációkra lennénk kíváncsiak. Elsőként Puskás Andrásnak szeretném átadni a szót. Köszönöm szépen a lehetőséget, és tisztelettel köszöntöm a sajtóképviselőit itt a Budapest Bank központi épületében. Nagy öröm számunkra, hogy idén először házigazdái lehetünk ennek a sajtótájékoztatónak, és harmadik éve már, hogy mi vagyunk a Gyémánt fokozatú támogatói, tehát a legfontosabb támogatója ennek a pénztár versenynek. 20 éve foglalkozunk már a pénzügyi tudatosság és a pénzügyi műveltségnek a fejlesztésével Magyarországon. Mi voltunk az első olyan kereskedelmi bank a hazai piacon, aki ezt a programot elkezdte, és ezért is örültünk Kerekes úr felkérésének 3 évvel ezelőtt, hogy csatlakozzunk ehhez a csapathoz, és főtámogatóként adjuk a nevünket ehhez az eseményhez. Ami azt gondolom, hogy nagyon fontos mérföldkő a fiataloknak az életében, hiszen itt kaphatnak egy átfogó képzést és versenyt is, arra vonatkozóan, hogy mennyire vannak felkészülve a pénzügyi világból, és a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi műveltség mennyire lett az életük része.
Azt gondolom, hogy fontos a versenyzés. Én sportoló voltam, úgyhogy számomra a versenyzés egy ilyen mindennapok része, és így fontosnak tartom, hogy a fiatalok már 14 éves kortól, ahogy meghirdettük ezt a versenyt, részesei lehessenek egy ilyen versenyhangulatnak, és egy kaphatnak betekintést a banki pénzügyi világ belső életébe is. Hadd mondjam el, hogy több mint 40 kollégánk segíti ezt a munkát, ami december közepéig fog tartani ebben az évben, ahogy itt elhangzott. Számunkra ez kiemelten fontos, hiszen a kollégák a tudásukat is átadhatják a fiataloknak, nem csak a verseny lebonyolításában tudunk részt venni. A másik fontos szegmense ennek, hogy Békés Csabán, ahol a műveleti központja van a Budapest Banknak, több mint 700 kollégánk dolgozik Békés Csabán, tehát a Békés Csabát és a Békés megyei versenynek is házigazdái leszünk, tehát hogy ott kiemelten foglalkozunk idén ennek a programnak a lebonyolításával. Ne felejtsük el, hogy azért, mint minden cég, némi önös érdeket is bele kell vinni egy-egy ilyen verseny szervezésébe, lebonyolításába. Hát nálunk ez az, de azt gondolom, hogy win-win szituáció, mert a fiatalokat tárgykarokkal várja a Budapest Bank. Évek óta az egyik legfejlettebb gyakornoki programja van a Budapest Banknak a magyar pénzügyi szektorban. Háromszor nyertük el a legjobb gyakornoki program díjat. Ma is itt a házban több mint 150 gyakornokunk tartózkodik és dolgozik és képzi magát, és mi is képezzük őket, és belőlük lehetnek majd a jövő bankárai. Arra biztatom majd nyilván a versenyben indulókat is, hogy csatlakozzanak a Budapest Bank gyakornoki programjához a verseny követően, és ők is részesei lehetnek ennek a sikernek, amit a Budapest Bank immár 30 éve elér a magyar kereskedelmi banki piacon. Nagy büszkeség számomra továbbá, hogy 2018-ban először nyertük meg a Randstad Awardot, a független piaci felmérő cégnek, nemzetközi cégnek a magyarországi díját, ami a legjobb magyar munkaadó díját jelenti a pénzügyi szektorban Magyarországon. Ez nagy büszkeség számunkra, mert ez azt jelenti, hogy jól működik a gyakornoki programunk, és azt követően jól érzik magukat a fiatalok nálunk itt a Budapest Bankban, és ezt a visszajelzést adják. Végezetül szeretném megemlíteni azt, hogy számomra személyesen mennyire fontos ez a verseny. Ugye 4 éve részt veszek már a budapesti középiskolákban, előadások tartásában, képzésében, fiatalok képzésében, ahol arról szól az én feladatom, hogy adjak nekik egy általános kitekintést a kereskedelmi banki piac működésére, és azokra a fő termékekre, amik később az ő életüket is meghatározhatják, és adjak nekik egy perspektívát, hogy miért érdemes nekik a jövőben a kereskedelmi banki szektorban dolgozni. Ezt nagy örömmel teszem. Idén is megyek éppen október 26-án az ötvös napokra, az ötvös gimnáziumba, egy hasonló rendezvényre. De azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és mindannyian ki kell vegyük a részünket ebben a képzésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugye a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével, illetve az intézményével normál esetben az emberek általában a felnőtt korukban találkoznak. Itt viszont akár a 14 éves diákok is behatóan kell, hogy tanulmányozzák ezeket az ismereteket. Miért fontos ez a napnak, miért támogatja ezt a versenyt? Köszönöm szépen! Hát a Nemzeti Adó és Vámhivatal valóban évek óta támogatója ennek a versenynek, és hogy miért és miért is fontos ez számunkra. Ugye kiről és kikről szól ez a verseny? A fiatalokról szól, és a fiataloknak szól ez a verseny, azokról, akik már gyakorlatilag egy digitális világban születtek vele, és ebben a digitális világban nőnek fel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal is rengeteg mindent tett azért, hogy a digitalizáció terén előrelépjen az elektronikus megoldásokban, az online kiszolgálásban, és amellett ugye kiemelt célunk mindig is az önkéntes jogkövetésnek a támogatása. Tehát ezek a fiatalok már úgy kezdhetnek vállalkozni, hogy ezek már beleszülettek, ezek már adottak. Na de ez kevés ahhoz, hogy valaki tisztességesen tudjon vállalkozni, ehhez meg kell tanulni adózni.
és ez a verseny, amely évek óta ugye a pénzügyi műveltséget segíti ezekkel a versenyekkel, pont egy keretet ad ennek a tevékenységnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évek óta járja a középiskolákat és tart oktatásokat és tart felkészítéseket, illetve az idei évtől már jogszabályi szinten a kezdő vállalkozásokat egy mentorprogrammal segítjük, ami azt jelenti, hogy megtanítjuk a kezdő fiatal vállalkozókat arra, hogy hogyan is kell vállalkozni, hogyan is kell adózni. Ezek a fiatalok tehát már ebbe születtek bele, úgyhogy ahhoz, hogy viszont tisztességesen tudjanak érvényesülni, tisztességesen tudjanak adózni, a hatóság mellett nekik is sok mindent kell tenni. Ez az úgynevezett adótudatosság, amelyre való felkészítésben segítjük őket, és ez a verseny is ugye ezt segíti. És ami nagyon-nagyon fontos, ez egy nagyon pozitív visszajelzés ez a verseny számukra is. Több okból, egyrészt azért, mert rendkívül magas színvonalú, másrészt pedig azért, mert azok a fiatalok, akik itt részt vesznek ezen a versenyen, nagyon-nagyon felkészültek. És bizony jó azt látni, és pozitív visszajelzés mind számomra, mind a kollégáim számára, mindén azt gondolom, hogy akik itt zsűritagként, szervezőként részt vesznek ebben a programban, hogy mennyire okosak, felkészültek, mennyire tudni akarnak, és mennyire használni akarják ők ezt a tudást, amit megszereznek a versenyre való felkészülés érdekében. Köszönöm szépen. Mondhatnám azt is, hogy ha a verseny, akkor természetesen a gazdasági versenyhivatal is támogat egy ilyen rendezvényt, de a viccet félretéve a GVH is évek óta a támogatója a versenynek. Kinga, arra kérlek, hogy mondd el, hogy mik azok a szempontok, amiket figyelembe vesztek a támogatásnál. A gazdasági versenyhivatalnak az egyik kiemelt küldetése, hogy a verseny mint alapértéket és annak kézzelfogható előnyeit minden korosztály számára ismert és elfogadottát legyen. Viszont a középiskolás korosztályra különös figyelmet is szentelünk, mert minden évben végzünk egy közvéleménykutatást, és az eredményre jutottunk, hogy a diplomások, illetőleg a diplomával nem rendelkező alacsonyabb végzettségek között jelentős különbségek vannak abból a szempontból, hogy mennyire vannak tisztában abban azzal, hogy a verseny miért szükséges, és annak milyen előnyei vannak. Úgyhogy próbálunk minden lehetőséget megfogni, ami számunkra lehetővé teszi, hogy a középiskolás korosztályt elérjük és hozzájuk is szólhassunk. Egy fontos adatot is idéznek, hogy a 15-18 évesek mindössze 8%-ára mondható el, hogy egyszerre deklaráltam versenypárti attitűdő is, úgyis a gyakorlatban, tehát a mindennapi döntéseiben piactudatosan viselkedik. Talán az sem meglepő, hogy a fiatalok az információjukat online felületeken szerzik, és nagyon gyakran használják a közösségi médiát. És a kutatásunk szerint viszont ezt a fogyasztói magatartásuk egyáltalán nem tudatos, és többnyire a fontos feltételek megismerése nélkül használják ezeket az online szolgáltatásokat. És a GVH-nek figyelmében az utóbbi években pont ezek a digitális szolgáltatók kerültek, és több nagy piaci szereplő esetében is találtunk jogsértéseket. Ezért azt gondoljuk, hogy már a fiatalok számára is nagyon fontos, hogy és hasznos is, hogyha fogyasztói tudatosságuk erős, és amikor ezeket a szolgáltatásokat használják, akkor ez ilyen szempontokat is mérlegelik. Tehát ezt a versenyhivatali lehetőség megtalálja igazából a pénzügyi gazdasági ismeretek erősítésének, mélyítésének, és ezért is támogatjuk már kezdetektől fogva. És a tapasztalatok alapján látszik is, hogy ez egy ilyen tanulmányverseny jó módja annak, jó eszköze annak, hogy a pénzügyi gazdasági ismereteiket a fiatalok erősítsék, illetve ilyen pályákra orientálódjanak esetlegesen. Ebben az évben is sikeres és tiszta versenyt kívánunk minden fiatal számára, minden csapat számára. Köszönöm szépen! Mindig örömmel veszük, amikor újabb intézmények látnak fantáziát a pénztárversenyben, úgyhogy nagy örömmel köszöntjük a CRG Pannonia életbiztosítóanyjátét is a pénztár családban.
Gabriát arra kérem, hogy mondja el, hogy miért csatlakoztak hozzánk, és miért is volt. Tavaly, amikor találkoztunk a döntőn, akkor nagyon lelkes volt Gabriella, és csak azt úgy érzem, hogy most mielőtt elődik a versenyt már, úgy a rajtvonalnál már toporok, hogy most ez a verseny is vajon jó lesz, mint az előző 5 évi. Hát én remélem, hogy minden várakozásot teljesülni fog, úgyhogy átmenem azt, hogy Gabriellának. Szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt a motivációról és a várakozásainkról eltennék egy pár szót, azt szeretném elmondani a döntő kapcsán, hogy igen, ez egy nagyon fontos szempont volt számunkra, hogy a saját tapasztalataink, amit tavaly a verseny során láttunk, nagyon pozitívak voltak. Tehát azt gondolom, hogy a versenyben mindazok, akik részt vesznek, akár mint felkészítők, akár mint szervezők, nagyon hiteles és tényleg nagyon lelkiismeretes, lelkes emberek, úgyhogy ez mindenképpen egy fontos szempont volt számunkra. Egyébként, ami a motivációnkat illeti, gyakorlatilag azt tudnám megismételni, amit András is mondott, ha valaki számára, akkor egy hazai pénzintézet számára elengedhetetlen és mindenképpen támogatandó az, hogy a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi műveltség, kultúra fejlődjön ebben az országban, és itt az oktatásnak, képzésnek kiemelkedő szerepet tulajdonítunk, és látjuk, hogy az iskolai képzésben azért ez nem teljes körű, tehát ha van olyan társaság, vannak olyan tanárok, vannak olyan szakemberek, akik ehhez oda teszik magukat, megszervezik, ilyen versenyeket szerveznek, mint ez a pénztárverseny is, akkor azt gondolom, hogy ez mindenképpen támogatandó, és nekünk, aki ugye a magyar piacon dolgozunk, különösen fontos momentum. Legyen az szó akár arról, hogy mint állampolgárok, mint adófizetők, de akár mint jövőbeli ügyfelek is mennyire kulturáltak, mennyire felkészültek az emberek itt ebben az országban, mert azt gondolom, hogy az, hogyha egy kicsit is nem rövid távon gondolkodik az ember, akkor mindenképpen azt tudja csak mondani, hogy ha egy ügyfele felkészült, egy ügyfele tudatos, hogyha ismeri azt a terméket, azt a szolgáltatást típust, amiben például mi dolgozunk, mi biztosítótársaság, az mindenképpen nagyobb lehetőséget ad arra, hogy hosszú távon elégedett ügyfeleket tudjunk magunknak, és valóban azokat a célokat tudják a mi segítségünkkel az ügyfelek megvalósítani, amit a szerződés kötéskor terveztek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a verseny ehhez nagyon jó adalék. A munkatársaim állatira lelkesek voltak, és nagyon örültek, hogy a tananyagírással és a különböző ismeretanyagok megjelölésével részt vehettek ebben az egészben, amit részt vehetnek, hogy befolyásolhatják egy nagyon fogékony korban lévő fiatal érdeklődő társaságnak az ismeretanyagát mondjuk a biztosítási iparágról. Egy nagyon kedvező volt a fogadtatás a cégem belül, és én magam is, és a kollégáim is személyesen is részt kívánunk venni a versenyben, amikor csak tudunk. Szeretnénk találkozni ezekkel az emberekkel, akikkel részt veszünk. Ugye találkoztunk is már a korábbi években győztes csapatok résztvevőivel. Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon csillogó szemű értelmes csapat, aki akár a mi iparágunknak, mi munkavállaló és ügyfél a jövőben fontos lehet, fontos szerepet kaphat az életünkben, véleményt formálhatnak arról, hogy az iparág milyen irányba menjen tovább a jövőben, úgyhogy nagy örömmel veszünk ebben részt, és hát nagyra becsüljük azokat a tanárokat és szervezőket, akik ebben dolgoznak, és mi magunk is a részvételen, a pénzügyi támogatáson, a nyereményeken felül szeretnénk egyengetni a fiatalok szakmai előmenetelét is, tehát akik a biztosítási szektor iránt érdeklődnek, azoknak mi is segítséget akarunk nyújtani abban, hogy akár gyakornoki program keretében, akár más iskolai előírás kapcsán nagyobb rálátásuk legyen egy biztosítótársaság munkáját, feladatait, illetve hogy hozzánk is jöhetnek majd egy gyerekek nyári gyakorlatra, vagy éppen gyakorlatra. Azt hiszem, ezt akartam mindent elmondani, amit szerettem volna. Igen.
Én köszönöm szépen, hogy nagy várakozásokkal nézünk a verseny elé, és hát nagyon örülünk, hogy ilyen sokan jelentkeztek, és amit tudunk, megteszünk, hogy támogassuk a verseny sikeres lehetőségét. Köszönöm szépen!